Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Elérkeztünk a Gamer PC projektemnek talán a legizgalmasabb részéhez, nem máshoz, mint a videókártyához. Nem lepleztem le eddig, hogy milyen grafikus vezérlő kerül a konfiba, csak azt mondtam, hogy egy komoly Gamer PC lesz. Ugye az kiderült, hogy egy Intel Core i7-6700-as processzor kerül bele a rendszerbe. Ez már azért sejtetett valamit, hogy nem egy budget konfigról lesz szó. Azonban most bemutatásra kerül a videókártya, ami egy Asus GTX 1060 vagy GTX 1060, ki hogy szereti jobban. Egy 3 GB-os változat, tudjuk, hogy azért a 6 GB-os jobb, viszont sokkal drágábban kapható. Úgy gondoltam, hogy ebbe a PC-be most egy 3 GB-os GTX 1060 fog kerülni. Ugye nagyon sokat volt ez téma a csatornán is, hogy mennyit ér a 6 GB-os, mennyivel jobb. Nagyon sok teszt azt mutatja, hogy mindössze pár FPS előnye van 6 GB-osnak, ami nem feltétlenül fog megérni nekünk 30-40 ezer forintos plusz felárat. Ugye teljesítménye az a GTX 980 környékére tehető, igaz alulról súrolja, GTX 970-nél jóval erősebb, tehát teszteket megnézzük, egyértelműen ki van mutatva, hogy 3 GB VRAM ellenére elég komoly videókártya, tudjuk, hogy a GTX 1050 Ti a nyomába se ér. Lassan már körvonalazódik azért, hogy milyen lesz a konfig, míg a gépházat nem lepleztük le, viszont annyit elárulok, hogy mindenféleképpen fontos volt ez a fehér-fekete-kék design, ugye ezt nyomon követhettük a tápegységen, a processzor hűtőjén, most látjuk a videókártyán is, a RAM-ok is még pont passzolnak ehhez a színválasztáshoz, úgyhogy egyébként sem egy rossz minőségű videókártya az Asus Dual. Ugye az Asusokat azért nem preferálom mindig, mert elég sokszor, főleg ha a Strix változatot vesszük, elég drágán kaphatók, azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az Asus az mindig a legdrágább. Így nyilvánvalóan nem egy rossz videókártya, és hogyha éppen az van idézőjelben kedvező árban, tehát tudjuk azért, hogy egy 1060 most mennyibe kerül, akkor én is szoktam ajánlani, privát konfigoknál is nem egyszer ajánlottam az Asus Dualt, nem véletlenül, hiszen egy olyan jó kis videókártya, amit nem csak nektek, hanem saját magamnak is ajánlok, hogyha úgy alakul, hiszen erre esett a választásom. Tehát Intel Core i7-6700 GTX 1060, és itt nem állunk meg, ugye nem olyan régen beszereztem egy Palit GTX 960-at is, ezt már mondtam korábban is, hogy várhatóak összehasonlító tesztek is, mindenféleképpen ha megépült a konfig, miután alaposan leteszteltem a GTX 1060-nal, bele fog kerülni a Palit GTX 960 is, és egyféle összehasonlító tesztekkel is jelentkezem, ugye játékteszt videó formájában. Még bőven tartani fog a teszt időszak, úgyhogy még elég sok videó várható a témában. Én úgy gondolom, hogy nem csak ezt szeretném zsinórba űzni, tehát mindenféleképpen jönnek olyan köztes videók, mint eddig, konfig összeállítós videók. Ha van valami fontos hardware hír, akkor arról is beszámolok, úgy, ahogy eddig megszokhattátok, hiszen mindenféleképpen meg akarom őrizni erre az időszakra is a vegyes tartalmakat, ugye nem mindig csak hardware tesztekről szól a csatorna, mindenféleképpen úgy szeretném vinni a dolgot, hogy párhuzamosan más is menjen a csatornán. Úgyhogy most már csak a gépház várat magára, abból is hamarosan fel fog kerülni a bemutató videóm, utána pedig jöhet végre a számítógép szerelés, már én is nagyon várom, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!